rabbinokat. Szeretném köszönni a kollégáimat, és különösen köszönni a Szeszter Annát, aki a volt igazgató, és a könyv munkálataiban is részt vett, valamint Lévi Kata kollégámnak szintén részt vett a könyv munkálataiban. Nyugodtan mondhatom, hogy a lehető legjobb helyre hoztátok ezt a rendezvényt több szempontból is. Egyrészt, mert ahogy Tamás említette, ez a könyv olyan, mint egy teletett asztal, amely az zsidóság sokféle értelmezését, megközelítését próbálja egyszerre szolgálni. Hát a mi iskolánk is nagyjából eszemünk próbál közelíteni a zsidósághoz pluralista befogadó módon. Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy megemlítsem, hogy számos ponton működünk együtt a jelenlevőkkel. Például megemlíthetném a e-learning programot, ami az EMMI, a Mazsilis és a Laudel együttműködésével zajlik, de gyakorlatilag az oktatásfejlesztés számos területén, a zsidóságon kívüli területeken is van együttműködésünk az EMMI-vel, illetve az OFI-val. Tehát akkor nyugodtan mondhatom, hogy nagy öröm és nagy megtiszteltetés, hogy helyet adhattunk ennek a rendezvénynek egyben, természetes, és remélem, hogy sikeres lesz. Milyen kis megelőkedésére szolgál. Köszönöm szépen, és átadom a szót Heizler András úrnak a Mazsilisznek. Köszönöm szépen, én is tisztelettel köszöntök mindenkit, államtitkárban, főigazgatóban, minden kedves vendégünket és a sajtó képviselőit. Én két dologra szeretném így előzetesen felhívni a figyelmet. Az egyik arra szimbólumra, hogy itt tartjuk a sajtótájékoztatónkat. Ugye választottunk volna más helyet is, van egy másik zsidó iskola, a Sejber Sándor iskola, amelyik ráadásul a Mazsilisznek az iskolája, és ott szintén most éppen évnyitó van, úgyhogy ezért nincsenek itt a Sejbernek az igazgatói, de választottuk volna akár a Sík utcát és a Sík utcai tisztelmünket, hiszen a sajtó már jól ismeri, könnyen oda talál. Végül is úgy gondoltuk, hogy ha itt fogjuk megcsinálni ezt a sajtótájékoztatót, azzal sok mindent jelzünk a világnak, azt a fajta nyitottságunkat és a változó világra való nyitottságunkat és azt a sokszínűséget szeretnénk itt jelezni mindenki felé, amit a Mazsilisz az új stratégiája szerint képviselni kíván. Tehát ez az egyik, amit ezt szerettem volna mondani. A másik, hogy én rendkívül örömmel jöttem ide erre a sajtótájékoztatóra, mert végre valami pozitívról tudunk beszámolni, és végre nem rasszizmusról, nem antiszemitizmusról kell beszélni, hanem közös értékekről, együttműködésről és közös akaratról. Ez vonatkozik úgy az EMMI-vel való kapcsolatunkra, amely EMMI ennek a könyvnek a megjelenését rendkívül módon támogatta az első pillanattól kezdve, támogatott találtunk az államtitkárunk személyében is, és magában a szervezetben, és úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog. Ez az örömöm egy vegyes izgalommal is jár, vajon egy pozitív hír át tudja ütni a sajtóban a sok negatív hírt. Én nagyon bízom benne, hogy igen, mert mindenképpen az a jövő, hogyha építkezünk, és hogyha az értékeket, közös értékeket próbáljuk erősíteni. Ezt a kettőt szerettem volna így előszörként elmondani, a könyvről majd gondolom a főrökről fog beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr, és átadom a szót a Sorvész Miklós államtitkárnak. Sok szeretettel köszöntök mindenki, köszönöm szépen meghívóknak, vendéglátóknak, főigazgatóknak a meghívást, a vendéglátást, természetesen főigazgató asszonynak is, aki mégiscsak az elmúlt évtizedekben előkészítette itt a terepet most nekünk. Elnök úrnak köszönöm szépen, illetve Rabbi úrnak, hogy valóban most beszéltünk két évvel ezelőtti megkeresés után, körülbelül szeptemberben ültünk, ha jól emlékszem, az évi irodában, és beszélgettünk arról, hogy mennyire fontos lenne magyarországi zsidóság számára is, és nem csak a zsidóság számára, hanem más emberek számára is, akár keresztények, akár nem kívül, de istenkereső emberek számára is, hogy legyen egy olyan hittankönyv, ami megmutatja az Ószövetségnek azt a tényleg fantasztikus embert formáló, nemzeteket formáló, világot formáló tanítását, amire végül is alapszik az egész világunk. És
Én nagyon örülök, hogy így Róla Tamás vezetésével, sok segítőnek a közreműködésével megvalósult ez a hitbankönyv. Számokat megmondjak el, 7,5 millió forinttal tudtuk támogatni, mint emberi erőforrások minisztériumban, és ez szolgálja azt a közel 670-680 gyermeket, fiatalt, akik zsidó felekezett iskolákba járnak. Igaz, hogy körülük vannak már jóval idősebbek, tehát nyilván a most az elsősök könyve, de hát később is érdemes forgatni, felnőtt fejjel is érdemes forgatni egy ilyen könyvet, de szolgálja sok-sok más, adott esetben más felekezett iskolákba járóként is. Ha valaki visszaemlékezik arra, hogy több mint most már 40 évszázadban ezelőtt, amikor egyház iskoláink alig voltak, ugye volt egy zsidó felekezett iskola, 8 szerzetes rendi a katolikus egyház részéről, reformátusoknak volt két iskolája, és több nem is volt talán 1995. Ehhez képest hatalmas nagy változás történt. Több mint 200 ezer gyermek jár most már felekezett iskolára az országban, és ezen belül nagyon jelentős és fontos szerepet játszanak a zsidó felekezett iskolán. Hozzáteszem egyébként, Lauder iskola is, mint alapítvány iskola, tehát ezen a számon felül. És az biztos, hogy 25 évvel ezelőtt, több mint 25 évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy mekkora jelentősége lesz általában az egyházi oktatásnak. Mennyire fontos lesz társadalmainkban, itt Európában, hogy végre visszataláljunk azokhoz a közös gyökerekhez, ami a zsidó nevelésben, vallásban, hitben benne van, a keresztény hitben, vallásban benne van, és amiben egyben közös gyökér is. És látjuk azt, mai világpolitikai események során. Látjuk azt a mai változások során, amely éri Európát is, meg hát sajnos azt kell mondani, Közel-Keletet és Afrika sok-sok országát, hogy mennyire fontos az, hogy a gyermekek, a fiatalok azok kötődjenek valamihez. Érezzék az értéket, tudják, hogy mi az, ami az ő őseiknek fontos volt, és ebbe igenis kapaszkodni kell, mert ezek a gyökerek azok, amik megtartanak minket. Én nagyon örülök elnök úrnak az a gondolatához kapcsolatban, amit mondott, hogy igen, arról kell nekünk sokszor számolni, hogy mennyi minden jót tudunk közösen tenni. És akár ha Bazsi hisz nézem, akár pedig a többi zsidó felekezetet nézem az elmúlt 6 év során, rengeteg imaházat, oktatási intézményt, közösségi házat tudtunk felújítani, nagyon sok olyan közösségi programot tudtunk közösen támogatni, amely megint csak az identitást, a gyökerek megőrzését, erősítését szolgálja, és én azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb dolgok a részünkről, ezért is álltam örömmel venni ennek a kérdésnek, ennek a kezdeményezésnek. Még egyszer gratulálok mind a könyv két szerkesztőjének, mind pedig akik tudom, hogy hatalmas nagy munkával, ötletekkel, fantáziával, de mégis azt a Szentírásnak a fontos üzenetével megalkották ezt a hittankönyvet. Köszönjük szépen! Róla Tamást arról kérdezném, hogy mit is ünnepünk ma, mi ez a könyv? Ahhoz, hogy a könyvnek a legfontosabb üzenetét megértsük, vagy üzenetét, egy rövid történetet szeretnék elmesélni, amely az etiópiai zsidóság egy gyöngyszeme, és arról szól, hogy amikor a héber ABC-t tanították Etiópiában, nem volt tábla, nem volt kréta, hanem úgy tudták oktatni a gyerekeket, hogy agyagtáblákba, agyagba belekarcolták a héber betűket, kettesével, hármasával kiégették őket, így a betűnek lett egy mélysége, és sok évvel később, amikor ezek az etiópiai zsidók megérkeztek Izraelbe, volt, aki csak fejjel lefele tudta a hébert olvasni, mert hogy nem fértek úgy a tábla köré, hogy mondjuk egy 180 fokon belül mindenki láthassa a betűt. Volt, aki ugye a táblának a másik oldalából találkozott ezekkel a betűkkel, de volt mindenkinek lehetősége megnézni a betűket, belenyúlni ezekbe a betűkbe, mert mélysége volt, sőt, a betűket föltöltötték a tanárok mézzel.
így meg is tudták kóstolni. 24 fejezetben, 120 oldalon, több mint 2000 illusztrációval, több mint 100 feladattal egy olyan tankönyvet próbáltunk létrehozni, amely megfelel a 3 évvel ezelőtt elindult hittanoktatás feltételeinek, amely lehetőséget biztosít a fővárosban és vidéken egyaránt mindenki számára, aki zsidóként vagy nem zsidóként szeretne a zsidósággal megismerkedni. 2 évvel ezelőtt jártunk államtitkárnál, a munka már 3 évvel ezelőtt elkezdődött, és hát nagy öröm, hogy itt kézben tudjuk már adni. Köszönetet szeretnék mondani elnök úrnak, államtitkároknak, dr. Szeszler Annának, Rév Katának, aki mint pedagógiai segítség támogatták a könyvet, rabbi kollégáimnak, Darvas és Radnóti Füradúraknak, írótársamnak, Nógrádi Gergelynek, és annak a kis csapatnak, aki segítette ezt a munkát. Hiszem és remélem azt, hogy ezen a terített asztalon mindenki fog tudni magának találni olyat, amely építi. Köszönöm szépen. Kérdések során hagyj is azzal, hogy és miként lehet elérni ezt a tankönyvet, kik férjétek hozzá, mennyire. Ezt a tankönyvet nem hagyományos kereskedelmi csatornákon próbáljuk meg majd terjeszteni, hanem az interneten keresztül, és az előre látható áraönben a tankönyvben 3400 forint lesz. Az egy más kérdés, hogy a nem formális hittanoktatásban résztvevő számára a mazsii szünetében segítséget fog nyújtani, hogy megbeszervezik ezeket a tankönyveket. Nagyon szeretnénk, hogyha ezek a tankönyvek eljutnának jó iskolába, erre van affinitás, a Sejvér Sándor iskola mindenképpen használni kívánja, Lauder iskolában is van affinitás erre, de itt majd a szakemberek közösen el fogják dönteni, hogyan és miképpen. De emellett még azt is örömmel vennénk, és úgy gondoljuk, hogy ez előnyös lenne, hogyha Magyarország általános iskoláiban mindegyikhez a könyvtárában legalább egy példány eljutna, mert nagyon sokszor van értelme ehhez a könyvhöz hozzányúlni. Úgyhogy ez a mi tervünk.